Sziasztok! Ez itt egy újabb videó a Magyar Techkit Narival sorozatból. Előző részben megcsináltuk ezt a jó kis szivattyút, ami vizet szivattyúzott nekünk, bár későbbi felhasználásra. Na már most én egy kicsit előrébb haladtam, és megcsináltam a láva szivattyút is. Ugyanazon az elven működik, úgyhogy ezt nem kell szerintem bemutatnom. Bedrockból, bedrock szintről szívom felfelé a lávát, és bele a tartályokba. Na, most, hogy már van folyadékunk elég, van lávánk és vízünk is, nekiállhatunk a felhasználásokra. Ami nekünk kell most, egy geotermikus generátor és egy water strainer, mind a kettő áramot termel a bemenő folyadékból. A geotermikus generátor az lávából, a water strainer az természetesen nevéből kitaláltátok, hogy víz, vízből fog áramot termelni. Lássuk is neki. Most egy kicsit jobban felkészültem, mint előző videóban. Egy kicsit gyorsabb lesz, remélem. Csinálunk összes generátorokat, nem véletlenül. Hívják geotermikus generátornak. Csináltunk 4 elemet, és na, ennyit a nagy felkészülésből. Csak cobblestone-om. Sima stone-om van. Áj, te benéztem. Nem baj. Most már van cobblestone-unk is. És akkor csinálunk ilyen kemencéket. 1, 2, 3... 4 darab kemencét. Valamint 4 darab machine blockot. 4 darab generátort fogok csinálni. Hogy azért ne csak egyet csináljak, az elég gagyi, ha csak egyet csinálunk, szerintem. Így is van, van 4 darab generátorunk, akkor szerintem kezdjük először a water strainerrel. Hát azt úgy csináljuk, hogy windmilleket csinálunk, tehát ilyen vízerű műveket. Még kelleni fog pár darab stick. Ha jól emlékszek, valahogy így volt. Nem. Ügye, nem csak sima blokk kell hozzá. Rontottam el. Generátort raktam, deszkát raktam. Aha, megvan a megoldás. Mit rontottam el? Ott helyeztem el a stickeket. Na, ennyit a gyors videóról. Azért igyekszem. Jaj, nem 4-et akarok. Nos. Akkor ami kell nekünk még, az 2 darab tank. Most látom, hogy nem is kellett volna annyit csinálnom. Ennyi watermelt, nem baj. És kell nekünk 2 darab vas cső. Ezt pedig úgy csináljuk, mint ahogy a többit is, csak vassal tesszük körbe. Na de ebből nekünk vízálló kell. Úgyhogy csináljunk 2 darab vízálló vascsövet. Az emlékezetem nem csal, akkor ennyiből áll. Így van. Megkaptuk a 2 water strainerünket. Akkor most következzen a 2 geotermikus generátor. 2 geotermikus generátorhoz kell nekünk 4 darab cella. Ezeket a cellákat meg később sok mindenre fogjátok használni. Hú, nem is kell ennyi. Jaj, de jó. Kiveszek egyet. Ezeket a cellákat egyébként úgy használhatjátok, mint a vödröket, tehát úgy, hogy megtöltetitek lávával, vízzel, bármivel, olajjal is akár, azt hiszem olajjal is.
de nagyon sok más szerkezetnek az alapanyaga is. Akkor üveg kell nekünk. Valamint... Refined Iron. Refined Iron. Fantasztikus. Kész is a két vízgenerátorunk és a két bioütemünk is generátorunk. Csak be kell üzemeltetnünk. Én ide gondoltam, hogy ide fogom őket rakni. Először a két geotermikus generátort. Egyiket ide, másikat oda. A két volt esztélyen pedig ide. Így hinni. Már csak a folyadékot kell leszállítani ezekbe a gépekbe. Nos, én felőre raktam a kis szivattyúkat. Úgyhogy ezt nem biztos, hogy teljesen át fogjátok látni, de egyébként itt van a fa waterproof pipe. Ugyanúgy csináljátok, mint a fa pipe-okat. Csak ugye úgy, hogy raktok felé ilyen waterproof, ilyen zöld kaktusz letyit, vagy kaktusz kötelet. És már csak... Ja igen, itt van a pumpa is felette, redstone pumpa. De már csak hozzá kell kötnünk a gépekhez. Én egyelőre itt kábel tont fogok használni, hogy az össze fog kötődni. De akkor egy kicsit kerülünk. Ígyni. De nem is fog kötődni. Remélhetőleg. És róka éppen most akar az idegeimre menni. Hogy nézem. Így. Levezessük le szerintem. Igen, itt van az én kis... ...járatom. És akkor a láva ebbe már tud is belemenni. Az áramot ki kéne vezetnünk. És kötöm szerintem az összes géppel, egyelőre. Hopp, 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 hopp. És itt megy a badboxunkba a vezeték. Egyébként erre a vízerőműveim vannak, amit a másik videómban csináltam, csak itt reprodukáltam. Oké, már is össze vannak kötve, csak a lábát beindítani, utána pedig bekötöm a vizet is. Na. Hát azt tudjátok, hogy kell bekapcsolni ezeket, ugyanúgy kapcsolókkal. És akkor... Már szívja is a lábát. Láthatjátok. Akkor majd menni fog a gépbe, én eddig bevezetem a vizet is. Ezt egy másik fajta csővel fogom, a stone waterproof pipe-ba, így nem kötődik össze a lávával. Igen, na hogy csináljam, hogy ne legyen csúnya. Ahogy látom, sehogy. Mondjuk, akkor nem is innen szállítom egyelőre, hanem... innen. Akkor itt le fog menni. Mivel, ahogy nézem, be se kapcsoltam, és mégis szívja. Oké. Ránya üvegek várnak. Ezt is van kötve. És akkor már jönni is fog a folyadék, a water. És miért nem kötődik bele? Lehet csak oldalra hajlandó kötődni. Utána kell nézni. Tüp, 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 tüp. Az lehet, hogy csak felülről fog belemenni. Kiért még nem is láttam. Nem mondod. Lehet, hogy csak cobblestone-nal fog menni. Cobblestone pipe-val. Nem. Nem most semmit se rákötni.
Jaj, ezek vatermillek. Rosszat raktam le. Jaj, de puta. Na, ezért nem jó, hogy én most... megszivatom itt magamat. Miért nem szóltok rám? Semmi ötlek, hogyha kapnál vizet, nem kap, mert nincs bekapcsolva. Nézd, ez csak egy vizuális buk volt, hogy ment ott a víz. De nem para. Miatt be is kapcsoljuk. Így né, és most már menni fog rendesen a víz. Igen, és már mégis a víz. És majd zöldel fog világítani. Ahogy láthatjátok, itt egyébként fekete volt ez a csík, ez így feltöltődik, és akkor ez jelző, hogy már generálja is nekünk az áramunkat. A water szénebe nem lehet belenézni, de úgy tudjuk, hogy megy már benne az áram, hogy zöld. Zöld té fog változni, ahogy láthatjátok. Így mi. És már működik is a kis rendszerünk. Áramot is bevezettük. Itt van egy csúnya pók. És akkor a bedboxunkba hogy is bele az áram. Na, egyelőre ennyit szerettem volna nektek bemutatni. Következő részben majd találkozunk. Sziasztok!